Tudod, hogyan hirdess okosan a neten? Egy papírírószer üzlet példáján bemutatjuk, hogyan tudod a legtöbbet kihozni a Google AdWords hirdetésekből. Gondolkozz kampányokban. Ha papírírószert árulsz, akkor érdemes az irodai kellékeknek, az iskolakezdési anyagoknak és a kreatív eszközöknek külön-külön kampányt létrehozni. Ilyenkor a büdzséket is kampányonként tudod megadni. Ne feledd jól meghatározni a kulcsszavakat is. Ehhez már egy korábbi videóban adtunk tippeket. Tesztelj! A Google kulcsszó tervezőjével tesztelheted a kulcsszavaidat, melyekkel érdemes több hirdetést futtatnod. Az egyikre több kattintás érkezik majd, mint a többire. Egy idő után a Google előtérve tolja a jól teljesítőket. Válassz jó céloldalt! A hirdetésben meg kell adnod egy oldalt, ahová látogatók kattintás után érkeznek. Ne a főlapra irányítsd őket! Például, ha a vevődet a földgömbök érdeklik, ez az oldal lesz számára hasznos. Egészítsd ki a reklámodat! A hirdetésekhez tartozhatnak egyéb kiegészítők is. Közvetlen link a térképre, elérhetőségek, telefonszám. Így a potenciális ügyfeleid akár kattintás nélkül tudják majd a telefonszámodat, és a keresőből már tudnak is hívni. A jó hirdetésben a kulcsszavak, a hirdetés szövege és a céloldal egy egységet alkot, és minél relevánsabb, annál jobbnak minősíti a Google a hirdetést. A Google AdWords lehet az egyik leghatékonyabb eszközöd, ráadásul költségkímélő módon. Ha mégis inkább szakemberre bíznád, irány a Google kereső, ahol megfelelő segítséget találhatsz. Ha többet szeretnél tudni a témáról, olvasd el az oldalon levő cikkeket, és nézd meg a többi videót is.